Kar, resz, le. A 18. fekvenyomás diákolimpia Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntőjének adott otthont a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és szakiskolája. A február 10-én megtartott versenyt a Magyar Erőemelő Szövetség rendezte meg. Két megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye versenyzői érkeztek. Három korcsoportban, 4., 5. és 6. korcsoportos diákolimpiai döntőn vagyunk. Ami nagy megtiszteltetés, hogy az Erőemelő Szövetség minket jelölt meg erre a versenyre, és külön köszönet a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumnak is, aki biztosította számunkra a lehetőséget a megrendezésre. A lányoknál 8 súlycsoport van, 43-tól plusz 84 kilóig, fiúknál 50 kilótól plusz 120 kilóig. A versenyszínvonalát jelzi, hogy 3 fekvenyomó világcsúcstartó, illetve világbajnok is részt vesz a mai rendezvényen. Ungai Amanda, ő 4. korcsoportos, Barta Szilvia, ő 6. és Kozák László is 6. korcsoportos, akik mind a hárman fekvenyomó világbajnokok. A területi döntőn a zsűriben kapott helyet Róna Széki András. A Magyar Erőemelő Szövetség elnöke szerint a sportág méltó utódai a verseny résztvevői között voltak. A fekvenyomás az egyik legeredményesebb sportág Magyarországon, az erőemelő sportnak az egyik szakága. Csak a tavalyi évben 13 világ- és Európa bajnokunk volt, és ez azt hiszem nagyon sok sportág megirigyelhetné tőlünk. 50-70 egyesületben ez ugye változó, több mint 1000 versenyzőnk van, és ez országos szinten is. Azt hiszem, hogy nagyon jó. Békés Csabán Szabó Ágnes jelenleg a legeredményesebb magyar erőemelő, de miután itt vagyunk Berettyóújfalun, hadd említsem meg, hogy volt itt világbajnok Miklós Norbert vagy Makra Éva, nagyon kiváló versenyzők voltak. Sajnos már nincsenek a versenyrendszerünkben, de érdemes róluk megemlékezni. És miért érdemes elkezdeni ezt a sportágat? Nagyon érdekes dolog tudni, minden sportágnak az erősítő gyakorlatai között, ami például a fekvenyomás, az egy alaperősítő gyakorlat. Tehát olyan sokan űzik, hogy nem is tudják, hogy tulajdonképpen egy sportágat űznek, akkor is, ha nem indulnak el versenyeken. A fekvenyomás az ugye a deréktől lefelé a láb izomzatának kivitelében szinte mindent megmozgat. Tehát a mai gyerekek, remélem nem bántok meg senkit, ahogy a testnevelő tanárok mondják, általában lusták, és szívesen lefekszenek a padra és ott nyomnak, de észre se veszik, hogy ezzel nagyon erősek lesznek, legalábbis aki sokáig csinálja. A Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntőn súly- és korcsoportonként a legjobb 8 eredményt elért tanuló vehet részt a 18. fekvenyomás diákolimpia országos döntőjén Encsen március 24 és 25-e között.